Képviselő úr, itt állunk a hármas számú választókörzetben, újra jó híreket hozott a budaörsieknek. Mik ezek? Igen, a Tököli utcában vagyunk. Most került, illetve néhány napja került sor a műszaki átadásra, tehát elkészült az utca. Még apró utómunkálatok vannak, de tulajdonképpen kész van. Milyen munkálatokról beszélünk? Hát itt tulajdonképpen az egész utca megújult, kezdve a csatornától, az Békés Project keretén belül újult meg. A többi az már önkormányzati beruházás, tehát a 20 kilovoltos vezeték földbe került, illetve új útfelület, új járda, új parkolók, új zöldsáv került kialakításra. És nem csak a Tököli utcában, hanem a mellettünk levő utcában is. Igen, mellettünk lévő utcában, a Réz utcában, ott a járda készült el, tehát ott a járdaprogram keretében, az is néhány napja történt meg a műszaki átvétel, a műszaki átadása, tehát ott is elkészült a járda, illetve a parkolósáv mellette. Mikor kezdődtek ezek a felújítások? Hát a Tököli utca az már elég régen. Itt azt kell mondjam, hogy sok minden olyan a kivitelező, hibáján kívülálló tényező hátráltatta a munkát, amivel ez igencsak megcsúszott. Tehát itt aztán volt gondunk bőséggel. A Réz utca az néhány hete, tehát úgy mondom 3 hete kezdődött, és kész is van. Gondolom, hogy az itt lakók nagyon örülnek annak, meg minden más budaörsi, hogy nagyon szép parkolókat is kiépítettek. Igen, most már szükség van a parkolókra. Ezt ugye figyelembe véve alakítottuk ki, illetve alakítottam ki itt a parkolókat. Mennyi pénzbe került az önkormányzatnak ez a két utca, vagy akár külön-külön? Hát a Tököli utca azért az egy több százmilliós beruházás volt, ha csak a 20 kilovoltos vezetéket mondom, amilyen több mint 80 millió forintba került, ugye aztán az útpálya, útszerkezet, stb. Tehát ez egy több százmilliós beruházás volt. A Réz utca az egy kisebb falat, ott ugye csak a járda újult meg, tehát az egy mintegy 20 millió forintból. Hogyan tovább a kerületben? Hát vannak még terveim, kérdés, hogy mennyi jut a büdzséből erre, tehát vannak még elképzeléseim, vannak még terveim.